Akkor egy, ha figyeltek, egy rövid tájékoztatás, sziasztok! Egy... Ha figyeltek el, akkor figyeljetek, tartunk egy kis rövid tájékoztatást itt, hogy miről van szó, és Ilonka tárgyalására. Itt van Ilonka? Vagy most ment el. Most ment. Jó, akkor mindjárt oda megyünk ő hozzá. Tehát a következő történt, ugye itt először be se akartak minket engedni, majd rájöttek arra, hogy ezt nem tehetik meg, mert ugyanoda jutunk, mint egy hét múlva, és kitaláltak egy szabályt, hogy csak három ember mehet be. Ugye úgy kell ezt csinálni, ha le akarunk valakit győzni, főleg ha erősebb nálunk, előbb menjünk bele a játékba, és aztán utána tágítsuk ezt a kört. Ugyanígy fogunk győzni Magyarország is, kis résen bemegyünk, és utána szétbablasszuk. Bent egy kis apró kis dulakodás, erősködött a biztonsági őrök vezetője, hogy akkor ki hova ülhet, meg nem ülhet, ki telefonálhat, ki nem telefonálhat. Majd a végén az derült ki, hogy hatan ügyintéztünk a három helyet valahol, telefonálhattunk amennyit akartunk, és ha nagyon szerettünk volna, akár táncra is perdülhetünk. És gyakorlatilag ez az, amit meg tudunk valósítani, hogyha elhisszük azt, hogy nekünk szabad valamit csinálni, és kérjük a jogszabályokat, kérjük azt, hogy mutassák be, hogy mi alapján tiltanak ki minket, akár egy bankból, akár egy hivatalos ügyintézésből, akár a hatalomból. Hogyha ezért mi kiállunk a jogainkért, akkor meg tudjuk csinálni. Ez egy nagyon jó próba volt ez a mai nap. Valószínűleg fogjuk folytatni országosan. Itt az lesz a feladatunk mindannyiunknak, hogy az embereket mozgósítsuk, kijelöljünk egy olyan napot, amik a nagy banki ügyintézés napja lesz, amikor minden városban nagyon sok ember, nagyon sok bankba bemegy és ügyintéz. És megmutatjuk azt, hogy olyan nincs, hogy kitiltsanak. Éppen arról tanakodtunk hitelügyintézés közben, hogy ha egy ilyet megcsináltunk volna másfél-két évvel ezelőtt, már mindannyian sitteni csörögnénk. Ennyit változott a hozzáállása a hatalomnak, és köszönjük szépen a rendőrség közreműködését is. Felvigyázták az ügyintézésünket a bankban, bár nagyon hevesen gesztikulálva, nem tudom miről tárgyalt a fiókvezető a rendőrökkel, de nyilván jogszabályi lehetőségük nem volt rá, hogy minket onnan kitessékeljenek, valószínűleg nem is akarták, de mondom, másfél évvel ezelőtt biztos, hogy találtak volna rá lehetőséget, mert akkor még a hatalom keze elért a rendőrséghez. Ma is elér a hatalom keze a rendőrséghez, csak ma már tudja a rendőrség is, hogy a hatalom a népé. És ha a nép azt mondja, hogy 5-en megyünk be egy bankba, vagy 20-an megyünk be, vagy 50-en megyünk be, akkor ez így van, és ez a szabály mostantól. A bank nem hozhat törvények fölött álló szabályokat, és ugyanez vonatkozik mindenre. Valami nagyon nagy dolgot is csináltunk oda bent. A mostani, és ezt javaslom szintén mindenkinek, csináljon végig egy hitelügyintézést. Most milyen feltételekkel, hogyan kaphat hitelt, és milyen anyagokat kap, milyen tájékoztatást kap, és ezt csatoljuk majd be a bírósági tárgyalásainkon, hogy 6-8 évvel ezelőtt kaptunk-e ilyen mélységben tájékoztatást. Bizonyítsa be a bank, hogy ennyi papírt átadott, ennyiszer elmagyarázta, ennyiszer végigcsinálta. Itt meg is mutatom ezt a dossziét, csak egy hitel érdeklődés volt. Ennyiféle anyagot kaptunk, és nem tudom, abból kaptál-e, hogy milyen anyagokat vettél át, de nem van. Tehát itt vannak ezek a papírok, ezeket köteles most a bank átadni, mindenféle kockázatokról, tájékoztatást, hogy számolják a kamatot, mi lesz ez később, hogyan lesz, és ez az első ügyintézés volt. Ezt el fogjuk vinni minden tárgyalásra, és megmutatjuk, ha így jártak volna el a bankok, akkor azt a mocsok hitelt biztos nem vesszük fel, mint ahogy ez sem, mert ez is egy elég mocsok történet, nem tudtak néhány dologra választ adni, de természetesen lehetne ezt tovább vinni. De most fontosabb, hogy egy sorstársunk tárgyalására menjünk, gondolom megmondta Ilonka, hogy hova kell mennünk. Nálunk van egy-két hely, nem tudom, ki jött még kocsival, de jönnél velünk, jó? Páran üljünk be hozzánk, és akkor utána, aki meg ott van, 5 percre van egyébként a Markó utca, és akkor oda, aki nem tud kocsival jönni, az akkor menjen gyalog. És akkor ma itt a kampánygyűlés, be is fejezzük, visszapakolunk a kocsiba. Banki ügyintézés is volt, kihasználtuk a választás, adta lehetőséget arra, hogy a devizahiteles problémában előrébb léptünk, és két társunknak is jelentősen előre vittük az ügyét. Ezt ígértem, ezt csináltuk, mindenki menjen el vasárnap szavazni, és most az egyszer hallgassatok a vérbeli politikusokra. Ne rám, mert én zöldfülű vagyok, hallgassunk a MSZP és a Fidesznek a politikusaira, ugyanis ők tapasztaltabbak. Miért mondom ezt? Mit mondanak ők? Az összes MSZP is azt mondja, hogy ne szavazzatok a Fideszre vagy a többiekre, mert kirabolták az országot. Higgyünk neki! A fideszesek mit mondjanak? Ne szavazzatok a baloldalra, mert kirabolták, higgyünk neki!
és én bejelentkeznék arra a maradék 4 millió szavazatra, ha lehet. Sziasztok, hajrá! Hajrá! Köszönjük, ebből majd kérünk.